Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek. A tegnap estém nem volt már jó. Ez valószínű látszik is az arcomon. De ma Barbie-val megyünk fotózni. Nem tudom, emlékeztek-e rá, de régebben Barbie-val nagyon sokat jártunk fotózni, videózni. És olyan cuki, hogy ma eljön velem, úgyhogy gondoltam, csinálunk egy Get Ready With Me-t fotós napra, és utána eljöttök velünk fotózni is. Jött Shein csomagom, úgyhogy azt szeretném befotózni, és egyébként is kell pár Insta kép, mert nem állok túl jól vele. Előtte viszont életre kell kelteni az arcomat, ez a legfontosabb. Kaptam egyébként egy csomagot tőlük, fogalmam nincs, hogy hogy kell mondani a márka nevét, úgyhogy inkább meg se próbálom. Retinolos csomagot kaptam. Egész régóta nem használtam retinolt. Rá is felejtettem a csomagra, és egy másfél-két hete elkezdtem használni, és nagyon tetszik eddig, úgyhogy igen. Szóval, mikor lesz amúgy jó idő? Ez kifejezetten érdekelne. Még van idő szülinapomig, de kicsit tartok tőle, hogy nem biztos, hogy jó idő lesz. Egy Charlotte Tilbury és egy Essence alapozót mixelek. Véletlen tökéletes szint kevertem belőle pár napja. Úgyhogy most is ezt tesszük. Nem tudom még, hogy hova megyünk fotózni. Igazából a szettek sincsenek teljesen összerakva. De tudni jó lesz. Két kedvenc fotósom, Barbie és Öcsi, úgyhogy abba biztos vagyok, hogy jó képeket fog csinálni, csak azt nem tudom, hogy hol és miben. Igaz, hogy nincs jó idő, viszont fotózni gyönyörűek lesznek a fények, úgyhogy legalább azon nem kell gondolkozni. Sminkkel egyébként nem fogok túlzásba menni, csak egy kis valami plusz. Szülinapomkor egyébként, ha minden igaz, megyünk színre. Nagyon régen nem voltam, szerintem 3-4 éve nem voltam már színen. Idén megyünk, és oda azért nem ártana, hogyha egy kicsit jobb idő lenne. Ezeket a szemeket valahogy el kell tüntetni, mert ez most pont nem baj. Mostanában egyébként egész karikás a szemem, és egy kicsit sötétebb a szemem alatti rész, úgyhogy oda egy bőrszínemmel megegyező korrektort teszek, csak hogy elfedjük azt a kékes-lilás árnyalatot, és amikor az el van dolgozva, akkor veszek elő egyel világosabbat, és kezdem el vele kicsit formázni az arcomat és kivilágosítani az arcom közepét és azt a részt, amit liftelni szeretnék. Annyira szépen néz ki fotón, amikor az arcod közepét sokkal világosabbra csinálod, mint a szélét. Mindent egy kicsit előre hoz, egy kicsit előtérbe helyezi, hangsúlyt ad rá. Zseni. Nem dolgozom át teljesen, hagyom, hogy egy picit így száradjon meg. És majd, hogyha a végére értem az egésznek, akkor egy kicsit visszamegyek és még pontosítok rajta. Jó lesz, van remény. A legkisebb mennyiségű korrektor, kontúr. Csak oda. Jöhet a bronzer.
Piti. Hú, de? Mi ez a rengeteg helikopter? Most indulok egy 20 perces ott. Oké, tehát 20 percen van elkészülni, ami nem sok ellenben nagyon kevés. Mostanában narancssárgás pirosítót használok inkább. Clean ID bronzerrel nagyon-nagyon kicsit átmegyek azokon a részeken, amik eredetileg is kontúroztam és bronzereztem. Oké. Alapkész. Mostanában, hogyha a szemsminket csinálok, az körülbelül ebben merül ki. Van ez a rimmeles Wonder Cloud. Ebből egyébként ez a 002 fogi bézs, amihez mindig egy elképesztően random ecsetet találok. Ennyi. Nem is csinálunk ennél többet. Szemeldök. Gyorsan betöltem a szemeldöket, és teszek fel szempillaspirált. És utána kitaláljuk, hogy mit tegyek a számra. Valami nagyon minimált, ami mindenhez megy. Oké, arcom kész. Kell egy szájszeruza. És tudom, hogy melyiket szeretném. Attól, hogy nálam így van, nem biztos, hogy mindenkinél így lesz, viszont nekem ez a kedvenc nude szeruzám magamon, ami kicsit szöszös. De ez az Essence Soft and Precise, nincs meg a kupakja, az a baj, de az Essence-nek az egyik színe, és ez a legszebb, meg egy Barbie. Yeah, yeah. I am.